A Pannon Televízió, a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network pécsi irodájának műsorát látják. Köszöntöm nézőinket, kerekasztalunk mai vendége Kói László. Az építőipar helyzetéről beszélgetünk most, illetve arról, hogy milyen akadályozó tényezők vannak, ami ennek a szakágnak a fejlődését, illetve a manapság tapasztalható visszaesését eredményezték. Az építőipar hetedik szűk esztendejét kezdte. 2006 volt az utolsó jó évünk, szoktuk mondani. Akkor az országos építésszerelési tevékenységnek az értéke 2300 milliárd forint volt. A múlt évben ez már csak 1600 milliárd. Ez azt jelenti, ezek folyóári számok, hogy összehasonlítható adatok alapján az építőipar a piacának a 46%-át elveszítette. Ezen belül a lakásépítők még nehezebb helyzetben vannak, mert ők a piacuk 76%-át elveszítették. És ezek az országos adatok, ezek Pécs, Baranya megye területére is igazak, tehát az itteni építési vállalkozók ugyanolyan nehéz helyzetben vannak, mint amit az országos adatok tükröznek. Jó, tudom, hogy az építőipari vállalkozások zárnak be a legnagyobb számban, tehát ők szűnnek meg, adják fel, mert hát nincs megrendelés, nincs bevétel, és hát előbb-utóbb vagy csődbe mennek, vagy pedig megpróbálják megszüntetni a vállalkozásokat. Milyen arányra tehető ezeknek a vállalkozásoknak a megszűnése? Ez így van. A mi szakmánkban az egyéni vállalkozókat is beleszámítva 96 ezer vállalkozás van bejegyezve, ezek közül körülbelül 82 ezer működik, nagyon sok az alvó vállalkozás is. Ez a túlélésnek az egyik eszköze, hogyha valaki olyannyira ellehetetlenül, hogy a piac fogságába esik, akkor megpróbál tiszta lappal nulláról újabb céget indítani, ezért sok a szakmánkban az úgynevezett alvó cég. Ezeknek a cégeknek és az egyéni vállalkozóknak a köréből éves szinten 6-7 ezer vállalkozás szűnik meg. Létszámokat tekintve ez azt jelenti, hogy mondjuk 2006-ban az építésügyi ágazatban foglalkoztattak 340 ezer embert, jelenleg ez a 180 ezret, 200 ezret nem éri el, és ezen belül vannak ugye az alkalmazottak, amikor közvetlen munkaviszony és nem alvállalkozó meg megbízási szerződés. Az alkalmazásban lévők száma az körülbelül már csak 100 ezer. Tehát azt lehet mondani, hogy a létszám is a jó felére zsugorodott 7 év alatt. Ezek csak szorosan vett építőipari cégek, vagy vannak benne olyan irodák is, mert hát végülis ez is kapcsolódik hozzá, tervezőirodák, akiknél különböző alkalmazottak vannak, nem csak mérnökök vannak ott, ugye, vagy építészek, hanem különböző szerkesztők, rajzolók. Tehát nagyon sok munkahelyet, nagyon sok irodát, vállalkozást érint ez a válság. Igen, így ahogy mondja, tehát nem csak a kivitelező építőiparról beszélünk, hanem a tervezőkről, a mérnökökről egyaránt, és tulajdonképpen az építésügyi válság az ma már kihat az anyagbeszállítókra, sőt a bankokra is, akik az építőipart finanszírozzák, és azokra a kereskedőkre is, akik az építőipar számára adnak el különböző anyagokat, szerkezeteket. Tehát nagy a baj. Viszont egy kicsit tekintsünk vissza, vázoljuk fel ezt a folyamatot. Hogyan jutottunk el idáig? Kezdődött ugye a válság, egy világméretű válság hatásaként valami folyamat, és hát ez az építőipart viselte meg eddig a legjobban, legalábbis kívülről úgy látjuk. De azért mégis ön, mint benfentes, hogyha felvázolná ezt a folyamatot. Hát kevesen emlékeznek már arra, hogy 2006 utolsó negyedévére az akkori kormány úgy döntött, hogy befagyasztja az áfa visszaigénylés lehetőségét, és az építőipar azért jellemzően áfa visszaigénylő volt akkor is, és az igen alacsony jövedelmezőségi helyzete mellett nem vagy csak hitelből tudta finanszírozni azokat a problémákat, amit egy ilyen több mint 4 hónapos késleltetett áfa visszafizetési szituáció okozott. Ez egy a válságot megelőző szituáció volt itt Magyarországon, ami már nehéz helyzetbe hozta az építőipart. Aztán 2007-től pedig már a recesszió az építési piacon egyértelműen érződött. Ugye azt szokták mondani, hogy az építőipar az egy ilyen
pulzus a nemzetgazdaságnak az ereibe. Tehát, hogyha egy gazdaság rövidesen lefelé fog menni, akkor pótlagos beruházásokra már nincs szükség, és ezt az építőipar érzi először. Ha pedig a válságból megy kifelé, és a meglévő kapacitások már nem elegendőek ahhoz, hogy egy gazdaság lendületbe jöjjön, akkor megint csak építési beruházásokra van szükség, megint csak az építőipar érzi először. Tehát a 2007-2008-2009-es nagy válságot az építőipar 2006 végétől már érezte. Tehát ezért van az, hogy 2013 már a hetedik rossz év lesz, mert hogy egy kicsit előre szaladjunk, mi még 2013-ra sem várunk élénkülést az építési piacon. A prognózis szerint megkérdeztünk 400 építési vállalkozót, benne Pécs Baranyaiakat is, ők arra számítanak, hogy az év első felében még további 2-3%-os csökkenés várható, és talán akkor év végéig a mélyponton lehetünk, hogy nem fog tovább csökkenni, de 2014-től korábban fellendülés nem várható ebben az ágazatban. Sokszor hallom ezt az ismerőseimtől, barátaimtól is, hogy ez már biztos az alja, ez már biztos a vége ennek, mert hát meddig süllyedhet még az építőiparnak a válsága, és hát amit ön mondott, az is elég kiábrándító, viszont itt azért némi kormányzati segítséget hall az ember a hírekben, hogy próbálják élénkíteni a lakásépítést különböző hitelekkel. Ez mennyire segíthet az ágazat helyzetén? Ugye az építőipar, és tágabban értve, ahogy előbb is mondtuk, ez alapvetően egy konjunkturális ágazat. Tehát a nagy segítség az lenne, hogyha valaki konjunktúrát tudna generálni. Most ugye ezt egy ponton túl nem piaci eszközökkel nem lehet. A kormányzat próbálkozik, ugye vannak jobbnál jobb programok, akár otthonteremtési program, vagy energiagazdálkodási, megtakarítási programok, panelházfelújítási programok. Ezek nagyon jó programok, a probléma csak az, hogy elegendő forrást a kormányzat nem tud mögé tenni. Tehát most ugye egy ilyen szituációban, amikor elegendő forrás nincs ahhoz, hogy konjunktúrát erőteljesen lehessen ébrezgetni. Minden egyéb eszköz fontos, ami a kialakult feszültségeken és a problémákon segít. És az egyik ilyen nagy feszültség és probléma, hogy az építőiparban mérhetetlen magas lett a lánctartozás mértéke. Tulajdonképpen az utóbbi években 400 milliárd forintos nagyságrenden állandósul, tehát mindig kopnak ki belőle tartozások, és mindig jönnek újak. És ez a 400 milliárd forint, ez azért súlyos, mert ennek a fele az életben nem lesz megfizetve, mert tehát egy 200 milliárd forint mögött nincs már meg az adós, és tönkre megy az is, aki évekig nem tud várni, hogy megfizessék a tartozást. Tehát ez egy súlyos helyzet, és régóta mondja a kamarai rendszer, a Pécs Baranyaiak is, az építési vállalkozók országos szövetsége is, hogy ezen kell tudni változtatni jogszabályokkal is, és nagyobb kormányzati odafigyeléssel. Ezért van az, hogy, és hál' Istennek a szakma véleményét is figyelembe véve, kormányzat elkezdett ezzel foglalkozni, és egy csomagot összeállítani, hogy hogyan lehetne legalább azt elérni, hogy ilyen nagyságrendben a lánctartozások ne keletkezzenek évről évre. Akkor sok minden sújtja az építőipart. Az egyik a pénztelenség, a hitelínség, a másik pedig épp a lánctartozás, amiről ön is elkezdett beszélni. A kettő nagyjából egy súlyú dolog, egy súlyú tényező itt a válságban? Tehát a lánctartozás épp annyira megbénítja ezeket az építőipari vállalkozásokat, mint a hitel hiánya? Vagy ezt hogy tudjuk A legnagyobb értékelni? Probléma, mi vállalkozók ugye érezzük a bőrünkön, hogy az, hogy nincs munka. Tehát nincs fizetőképes kereslet, és ez igaz a lakosságra, igaz a kormányra, a költségvetésre, a közmegrendelésekre, de igaz a magánszektornak a másik részére is, tehát a nagy ágazatok, mint mezőgazdaság vagy gépipar sem rendel különösebben. Tehát nincs fizetőképes kereslet, ugye ez az alapvető probléma, és ugye ilyen szituációban a túlélés jegyében a vállalkozók többsége irreálisan alacsony áron is belemegy a szerződésekbe.
olyankor is, amikor már a szerződés elején tudja, hogy fogalma sincs, hogy hogy fog ebből kijönni, és hogy valószínűleg mindenkit nem tud kifizetni. Akkor is ugye a bankok az építőipart többnyire akkor finanszírozzák, ha legalább élő szerződése, rendelés állománya van, mert akkor azt mondja a vállalkozó, hogy kérem szépen, bank, adjál nekem átmenetileg pénzt, és ennek a fedezete egyfajta árbevétel engedményezés, hiszen látod, hogy élő szerződésen van, és előbb vagy utóbb a kórház, az önkormányzat, vagy az X cég, hát akkor nem nekem fog fizetni, hanem neked. Tehát az fontos, hogy legyen rendelésállománya, élő szerződése a banki finanszírozás szempontjából is egy építési vállalkozásnak. Ezért irreális alacsony áron is belementek most már ugye az elmúlt 7 év alatt egyre mélyebben a túlélés egyébben ilyen szerződésekbe a cégek, aminek többek között vele járója ez a mérhetetlen lánctartozás. Beszéljünk akkor a lánctartozásról, hiszen ön is erről tart egy előadást. Ez azért nem az elmúlt 7 évben kialakuló probléma, már előtte is lehetett hallani évtizedekkel ezelőtt is, hogy X cég tartozik Y cégnek, az Z cégnek tartozik, tehát ezek a láncok megvoltak már, akár még a rendszerváltás előtt is hallhattunk ilyen esetekről, de ott az egy teljesen más piaci helyzet volt, ha nevezhetjük piacinak. Honnan számolhatjuk ezt a problémát, illetve hogy lehet ezt felszámolni? Hiszen azért ön is említette, hogy sok idő eltelik, nagy pénzekkel tartozik egyik cég a másiknak, akkor előfordulhat, hogy eltűnnek azok, akik nagy összeggel tartoznak. Tehát nagyon bonyolult, összetett probléma ez. Igen, tehát tartozás mindig volt és lesz is, de ennek van egy elviselhető mértéke, amikor különböző egyességekkel vagy bírósági úton ezeket a dolgokat a piac biztos szereplői tudják kezelni. 2007 óta azonban egy elviselhetetlen mértéket öltött. Ez nyilvánvalóan, hogy a recesszió, a kevés munka, az építőiparban ezeknek a mikro- és kisvállalkozásoknak a nagyon nagy száma, ahol még az is jellemző, hogy szóbeli megállapodások alapján dolgoznak, és nem írásos szerződés alapján, különösen a lakosság irányába. Tehát az építőiparnak nagyon sok olyan sajátossága van, ami eredményezte azt, hogy mára elviselhetetlen nagyságrendben, mondtuk is, ugye, hogy körülbelül egy 400 milliárd forintos nagyságrendre halmozódott föl ez a lánctartozásos érték. Ma már a 96 ezer vállalkozásnak több mint a 90%-a benne van valahol valamilyen tartozási láncban. Akkor ezt egy kicsit úgy kell elképzelni, bocsánat, hogy a szavába vágok, csak így próbálom így értelmezni a helyzetet, hogy volt ez a teher, tehát hogy valaki nem kapta meg a munkájáért a pénzt, azt egy darabig el tudta viselni, mert voltak újabb megrendelései, voltak újabb bevételei, és ezt úgy cipelte magával, mint mondjuk a csigaházát. Vagy, tehát egy olyan terhet, ami rossz, de hát ott van szükséges vinni, és hát a további szempontjából dolgozni kell, ezt a tartozás meg abban reménykedett, valamikor majd kifizetik. Viszont a válság közeledtével pedig beszűkültek a lehetőségek, kevesebb lett a munka, és akkor egyre nyomasztóbb lett ez a teher, nem? Jól értem? Jól érti, hogyha nagyon kellene az alapeseteket tipizálni, akkor olyan típusokat tudnánk mondani, hogy van az, amikor a megrendelőnek nincs elég pénze, vagy nem akar fizetni, és innen indul a tartozási lánc. A másik eset az, amikor megrendelőnek van pénze, meg fizetne is, de van egy generál kivitelező, aki olyan pénzügyi vagy gazdálkodási piaci helyzetben van, hogy nem tud fizetni, és van a harmadik eset, ami meg rémséges, amikor tudna fizetni, de nem fizet, és családmódon nem fizet, nem igazol le teljesítéseket, vagy egyszerűen eltűnik. Mondjuk Magyarországon nagy divat lett az, hogy egy 3 millió forintos alaptékű projektcéget hoznak létre egy 10-50 milliárdos nagyságrendű feladatra, és amikor az utolsó cégek, így van, és amikor az utolsó számlákat ki kellene fizetni, akkor egyszerűen nincs. Tehát ilyen alapesetek vannak, és hát mi vállalkozók rossz esetben mindegyiket megéljük. Hogyha
valamiféle megoldást szeretnék javasolni, hát ez távol áll tőlem. Csak hogyha valamit megjegyzést tehetne az ember ezen a területen, és hát mint újságíró, mint civil látja nap, mint nap, hogy pont ezek az aktatáskás cégek, ezek a projektcégek nyernek olyan közbeszerzéseket, amik aztán pont ezért problémásak. Egy idő után jelentkeznek alvállalkozók, akiket nem fizettek ki, jönnek a bontások, a különböző akciók, tüntetések, tehát Ezt lehet, hogy már itt kéne megfogni. A közbeszerzésnél, bár ez egy érzékeny terület, és nem biztos, hogy önök feladata ebben tenni bármit, viszont van egy kamarának, van egy intézkedési terve, vagy egy elképzelése, Parrag elnök úrral beszéltünk erről egy fél évvel ezelőtt, hogy ezt a lánctartozásos problémát szeretné mindenképpen felszámolni a kamara. Hogyan? Milyen eszközökkel? Kormányzati segítséggel? Vagy hát mit tehetnek önök? Egyetlen egy fönséges eszköz nincsen, ami ugye minden problémát megoldana, hanem különböző eszközök vannak, egy komplex eszköztár, ha szabad így mondani, és ezek közül van most kettő a parlament előtt, ezen a héten kezdődik el a részletes vitája, tehát egy törvényszinten próbálnak segíteni ezen a problémán, amihez az alapötleteket, a javaslatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége fogalmazta meg. Ezt szeretném is elmondani, mert jó lenne, hogyha az építési vállalkozók is odafigyelnének, meg azok is, akik velük szerződni szeretnének a jövőbe, hogy ugye nekünk építési vállalkozóknak a legnagyobb problémát ma az okozza, hogy a valós teljesítésünket nem tudjuk leigazoltatni. Vagy nem akarják, nem tudják elfogadni, vagy olyan mértékben, mint azt mi jogosnak érezzük, és ugye nem jutunk odáig el, hogy a számlánkat egyáltalán ki tudjuk állítani, és azt be tudjuk nyújtani. Csak hogy a néző is értse, tehát önök elvégeznek egy munkát, azt a megrendelőnek is alá kell írni, hogy valóban elvégezték azt a munkát. Igen, tehát őnek azt le kell igazolni, hogy igen, ez a műszaki teljesítés létezik, és hogyha ő elismert, hogy ez a műszaki teljesítés létezik, akkor kiállítom a számlát, és majd reményeim szerint fog fizetni. És hogy ne kelljen fizetni, ugye sokan úgy trükköznek megrendelői oldalról, de lehet, hogy ez éppen egy generál kivitelező, hogy nem ismeri el azt a valós műszaki teljesítésemet, amit ténylegesen ledolgoztam, meg beépítettem. És ezt próbálja orvosolni, hogy egy teljesítésigazoló szakértői szervezet jönne létre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett, és hogyha egy ilyen szituáció van, akkor a vállalkozó, aki nem tudja a valós teljesítését elfogadtatni, oda fordul ehhez a teljesítésigazoló szakértői szervezethez, aki kimegy, és egy szakértői véleményben megállapítja, hogy ő szerinte mennyi, milyen értékű az a műszaki teljesítés, és annak alapján a számla kiállítható és benyújtható. Most természetesen, ha valaki nem akar fizetni, ugye megteszi, hogy ekkor sem fizet. A vállalkozó bírósághoz fordulhat, és a bíróság ez alapján a szakértői szervezet által kialapított vélemény alapján úgynevezett megelőző intézkedésképpen el is rendelheti annak az összegnek az azonnali kifizetését bírósági határozatba, ha a vállalkozó egy visszafizetési garanciát adott esetben le tudna tenni. Mert hogyha elindul a bírósági tárgyalás, és kiderül, hogy mégsem pontosan olyan értékről van szó, és a vállalkozó meg bírósági megelőző intézkedésként megkapta a pénzt, akkor ugye ezt valahogyan rendezni kell tudni. De ami nagyon fontos, hogy 2014. január 1-től mindez, amiről beszélünk, tehát ahová ennek a teljesítésigazoló szakértői szervezetnek a véleménye bíróságra becsatolódik, az ilyen ügyeket a bíróságoknak a gyorsított perrendtartás menetrendje szerint kell intéznie. Ehhez ugye ők most kapnak egy kis felkészülési időt, mert ez azt jelenti, hogy egy éven belül, legkésőbb egy éven belül az elsőfokú bírósági határozatot meg kell hozni. És ami még benne van a csomagban, hogy manapság azért is húzódik el 3-4 évre egy ilyen bírósági per, mert a felperes, alperes ügyvédjei, nagyszerű jogászok
állandóan módosítgatják a tényállást, újabb papírokat húznak elő, perleveleket módosítgatják, és így ugye jól lehet húzni az időt. Viszont ebbe a csomagba, amiről most beszélünk, és a parlament előtt ott van, az is benne van, hogy 2014. január 1-től legkésőbb ezt az egészet, amiben a teljesítésigazoló szakértői szervezetnek a véleménye kapcsán van valamilyen bírósági ügy, elektronikus ügyintézéssel kell a bíróságoknak kezelni. Ez azt jelenti, hogy mindenki beadja a papírjait elektronikus úton, nem módosítgatja, nem tűnnek el papírok, és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy a bíróságok egy éven belül gyorsított eljárásba tudnak határozatot hozni. Tehát ez egy ilyen csomag, és az nagyon fontos, hogy mivel a legnagyobb megrendelő, és ott is vannak gondok, az a közmegrendelő, kormány, önkormányzat és a hivatalai, ennek a teljesítésigazoló szervezetnek a működtetését nem kormányhivatal fogja végezni, mert esetleg nem lenne teljesen pártatlan, mondjuk mi vállalkozók, hanem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett fog működni. De lehet, hogy a másik oldal meg azt fogja mondani, hogy ez nem pártatlan. Hogyha önök mellett működik egy testület, egy olyan bizottság, akik lehet, hogy a vállalkozókhoz közelebb állnak. Mi nem? Hiszünk, ez úgy van. Hát ugye ennek a törvénynek... Tehát a kamarától is független akkor ez ami a most panasztestület. Hát bizonyos mérték igen, ez hasonlóan kell elképzelni, mint a választott bíróságot, vagy a békéltető testületet, amit úgy szintén a kamara működtet, azzal a különbséggel, hogy ugye itt az építéshez értőknek lesz egy szakértői listája, ahová csak azok kerülhetnek be, akiknek eleve egy igazságügyi szakértői papírja is van, vagy végzettsége és gyakorlata, és a belügyminiszter és az igazságügyminiszter közösen fogja a listára az igazságügyi szakértőket föltenni, vagy kiválasztani, delegálni, viszont a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fogja működtetni a területi kamarák közreműködésével. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy Pécs-Baranya megyei építési vállalkozásnak van ilyen problémája, hogy nem tudja a teljesítését leigazoltatni, akkor nem Budapestre kell majd rohangálnia ezt az ügyet intézni, hanem a helyi Pécs-Baranya megyei kamaránál erre hivatottak fognak az ügyével foglalkozni. És ami nagyon fontos, és ugye építőiparosok értik minimum, amit én mondok, hogy nem csak a teljesítés igazolásra lesz jó ez a teljesítés igazoló szakértői szervezet, hanem az úgynevezett mellékfeltételek esetében, ami azt jelenti, hogy ha valakinek a teljesítési, jó teljesítési garanciáját a megrendelő úgy hívta le, hogy ő azzal nem ért egyet, mert igazságtalan, ez ugye korábban úgy volt, hogy feltétel nélkül lehívható garanciák voltak ezek. Ezt a jövőben nem lehet megtenni, mert a garancia jogtalan lehívását is a szakértői szervezettel ki lehet vizsgáltatni, és a kereskedelmi bankok addig nem utalhatnak, tehát feltételek nélkül nem utalhatnak majd a megrendelő felé pénzeket, ameddig a szakértői szervezet véleményét nem ismerik. Ez egy egész jó megoldásnak tűnik a jelenleg vitás ügyekre. A múltbeliekre ez mennyire vetíthető rá? Mert azért egy idő után itt sok mindent lehet vitatni, és hát ezt gondolom megteszi mind a két vitapartner. Sajnos a jelenleg vitatott tételekre, vagy bíróság előtt lévő ügyekre ez a jogszabály nem tud vonatkozni, tehát visszamenőleges hatája nincs. Ezzel a 400 milliárd forinttal sok mindent ezek az új jogszabályok szerintem nem tudnak kezdeni. Tehát akkor ezt leírhatjuk magyarul, tehát arra hát, keresztet vetettünk. Küzdenünk kell érte, de lehet, pesszimista vagyok. Tehát igen. Pesszimista vagyok. Hát a jelenleg is érvényes eszközökkel lehet ugye ezzel szembe föllépni. Például nagyon-nagyon kevés vállalkozó tudja, és minél kisebb építési vállalkozóról beszélünk, annál kevésbé van neki ideje, tehetsége, odafigyelése arra, hogy tudhatná, hogy például 2011. szeptemberétől a közbeszerzési törvény úgy változott, hogy a fővállalkozó csak akkor kaphatja meg a pénzét, hogyha előtte az alvállalkozóját kifizette. Na most ugye nagyon sok alvállalkozó ezt nem tudja, a fővállalkozó
adott esetben, vagy a megrendelő ugye nem hozza őt képbe, és sok esetben a jog nem ismerete is igen komoly hátrányt jelent a vállalkozók számára. Ebben is azért nagyobb felvilágosítás kell, viszont az önök javaslatai talán hozzásegítenek ahhoz bennünket, illetve az építőipart, hogy tisztul ez a piac, tisztább viszonyok lesznek, átláthatóbb képet kapunk, és hát azok a cégek talán eltűnnek erről, akik nem egészen olyan szándékkal léptek fel, hogy ők tisztességesen akarnak itt dolgozni ezen a területen. Sajnos lejárt a műsoridőnk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat és tájékoztatott bennünket. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!